Annyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik. Na nézzük, mi történt a Budapesti értéktűzsdén, meg az amerikai piac. Hát Amerika az érdekes volt, az biztos, mert az a 3% fölötti mínusz a nezdekben azért egy komoly jelzés. Kifogyotta, kifogták a szelet az amerikai tőzsde vitorlájából volt ez a hangulatromlás, és az követően jött, hogy a kötvényhozamok már most már nem tudom hányadik egymást követő napon emelkedtek, és a növekedési részvényeknek ez eléggé kedvezőtlen. Ezek a tech papírok főleg ilyenek, úgyhogy megijedtek. Pedig volt egyébként jó hír, mert hogy a foglalkoztatási adatok a magánszektorból kijöttek, ezek elég jók voltak decemberre, Felekkor a növekedésre számítottak a szakemberek, de közben ugye ez a tech papíros pusztulás volt jellemző, ezért volt, mint mondtam, majdnem 3,5%-os mínuszon ezeken. Az S&P is megjárta a majdnem 2%-os mínussal a Dow Jones 1%-os mínuszban zárt. Hát nem volt jó nap. Egyébként érdekes, mert, mert, Európában ez nem volt érezhető. Frankfurtban is és Londonban is mérsékelt emelkedés volt. Viszont ma reggel, vagy hát a mai, ma nekünk reggel, nekik már ugye délután az ázsiai piacokon abszolút érezteti a hatását ez az amerikai mínusz ami a neveken elég tisztességes volt. Igen. nem is emlékszem, mikor volt 35 százalékot közelítő zakó, a sok. Sokig. És véget ért a Mikulásról is időszak, megint emelkedtek a piacok, rögtön a következő napon megkapták a pofont, ugye az év első, keresked, első két kereskedési napja számít még ebbe bele, úgyhogy utána jöttek az eladások. Az az érdekes, hogy így az utólagos magyarázatok arról szólnak, hogy az előző fedülés jegyzőkönyvében találtak olyanok mm -hmm. a, arra utaló jeleket a piaci szereplők, hogy gyorsabb lesz a szigorítás, mint amire korábban számítottak, és, illetve a kötvényhozamoknak a második napja tartó komoly emelkedése riasztotta a befektetőket. Az előjelek már megvoltak az előző napon is, erről beszéltünk tegnap, akkor már látványosan óta is tettek a növekedési, Részvények, ebből ez folytatódott már a nap elején is, ezek veszteségben voltak, és a fedjegyzőkönyv megjelenése után még komolyabb eladások jöttek ezek erre a papírokra. Amúgy a Dow Jones az még plusz környéken volt, mikor kijött a jegyzőkönyv, és utána lett eh, negatív ott is hangat, illetve a kezdeti pluszokból döntötték mínuszba. Egy százalékot esett a Dow Jones, majdnem két százalékot az S&P, ez is elég eh, markáns eh, eladásokra utal, eh, és a Nasdaq, ahogy említettem, közel 3,5 ot Úgyhogy ez eh, régen láttunk ennyire eh, negatív eh, napot a Wall street ami egyébként egy egyszerű korrekció is lehetne, mert az elmúlt napokban eh, nagyon nagy optimizmus volt a legfrissebb járvány hullám ellenére, eh, úgyhogy hogy lehet, hogy ahhoz is van valami köze, vagy egész egyszerűen itt a technikai dolgok is bejátszották. A, lényeg, nézzük, a, lényeg, az, a, lényeg, a lényeg az, hogy szépen megütötték ugye, a részvényeket a nap. Budapesten Rizsgé volt egyébként, az OTP felfelehúzta a magyar tőzsdét, összességében elmondható, hogy jó teljesítmény volt, 0,6%-os buk plusz, és hogyha megnézzük, akkor az OTP 1,7%-a 0,7%-os plusszal fejezte be a napot. A Richter is a magyar telekom minuszban zárt, a Magyar Telekom több mint 1%-a, Richter majdnem 1%-os minuszban. A mid -cap, tehát közepes részvények közül ki lehet emelni az Alteot, mintha nem lenne megállás, 2% fölötti plusszal zárt, uh -huh. az Appenint az list. azt mondja, hogy, és van még egy olyan piacunk is, ami, amit kevésbé szoktunk mondani, de tök érdekes, az Extend piac, ahol is 1060 forinton zárt a Gloster árfolyama, ezen a piacon a legjobb teljesítményt a DMK nyújtotta, 0,9%-os emelkedéssel, a nap a nap NRT zárt a leggyengébben, mínusz 4,1%-on. Erről beszéltünk egyébként tegnap előtt, hogy milyen hír volt a társaságnál, de hát ilyen volatilis mozgások azért vannak. Minden esetre 1060-on zárt a Gloster ezen a piacon. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Na jöhetnek a 0630 es Whatsapp, Viber és SMS információk. Gábor? SMS-t inkább nem, mert ott van. Az nem működik. Igen, azt Értem. még hegesztjük oda, nem biztos, hogy átjönnek a önetek a Whatsappra és a Viberre mindenképpen küldhettek, sőt várjuk őket, különösen a közlekedési infókat, hogy csokorba gyűjtve átnyújthassuk majd a hallgatóknak a hírek. Műsorunkban után... termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, millás reggeli.